tudtuk befúrni, hogy egy kollégánk fúrt, kettő meg belülről nézte, hogy megmozdul vagy nem mozdul meg a födén vagy a fal. Tehát annyira megrángatta a robbanás az épületet, hogy gyakorlatilag nem tudjuk, hogy milyen rezgésre, vagy milyen mozdulatra mi jön le. Az épület stabilitásának megerősítése a legfontosabb feladat a Herman Otto utcai gázdobbanás szenvedett házban. Kosmár István a felújítást végző Aliszkabau Kft. Vezérigazgatója azt mondja, folyamatosan nehézségekkel találták magukkal szemben. Mikor elindult a munka, akkor én elmondtam, hogy nagyon sok mindent csak feltételezünk, és arra építettük a védekezési tervünket. De természetesen az első idézőjelben kapavágásnak kiderült, hogy nincs teherhordó beton, tehát újabb alaptesteket kellett csinálni az épületen belül, illetve kívülről pedig megtaláltuk a szomszédháznak a pincét, amit megint nem lehetett terhelni, tehát gyakorlatilag azzal kezdtük, hogy vasbeton lemezeket raktunk körbe a házon kívül, illetve magán az épületen belül. Jelenleg vasszerkezetekkel erősítik meg az épületet annak érdekében, hogy biztonságosan ki lehessen hordani a tömelékeket a házból, aminek során további nehézségekre számítanak az építők. Szombaton kezdődik a munkának a legkritikusabb, azt mondom, legkomplexebb és legveszélyesebb része, hiszen elkezdünk befelé jönni a felrobbant lakás alatti helyiségbe. Először elhelyezzük a nehéz állványokat, és utána ezeknek a takarásában elkezdjük kitakarítani a helyiséget. A hétvégére pedig betöltik azt az anyagot, amelynek feladata a födémszerkezet biztosítása és megtartása lesz.